Tisztelt Országgyűlés, Fekete Győr András, a Momentum képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak. Tud-e a kormány kétszer ugyanabba a folyóba lépni címmel? Öne a szó, képviselő. Tisztelt miniszterelnök úr, 404 forintos euró háború, történelmi nehézségek idején az egyetlen helyes és tisztességes viselkedés az őszinteség és az együttműködés. Ezért szeretném megkérdezni, titkol-e valamit az ország elől? Miközben az EU-s pénzek hazahozatala helyett önök büntető adókkal szorítják meg a magyarokat, van-e olyan szándéka, hogy megalomán olimpiai beruházásokra költse a magyarok pénzét? Bizonyára nem tudja, de több közös szenvedélyünk is van. Imádunk focizni, szenvedélyesen drukkolunk a magyar válogatottnak, és egy olyan Magyarországért dolgozunk, amely ha képes és hajlandó, akkor olimpiát rendez. Ha képes és hajlandó, miniszterelnök úr. A legutóbbi tokiói olimpia költsége mai árfolyamon 5000 milliárd forint volt. Önök 2024-re tervezték a budapesti olimpiát. Ehhez a már bejelentett Orbán csomag megszorításainak mintegy 2,5-szeresére lenne szükség. Mondjuk ki, Magyarország nem lenne képes kifizetni a budapesti olimpiát. Közös szenvedélyünk a közvetlen demokrácia is. Az ön politikai karrierje az SZDSZ-szel közös, négy igenes népszavazással indult. Igaz, 2010 óta mindkét népszavazása érvénytelen lett. A Momentum Olimpia kampánya után viszont ön volt az, aki nem engedte, hogy népszavazáson döntsenek a magyarok, akarnak-e Budapesten olimpiát vagy sem. Ön gyáván megfutamodott, visszavonatta a pályázatot. Mondjuk ki, Magyarország nem lett volna hajlandó kifizetni a budapesti olimpiát. Ma egy gazdasági válság kellős közepén vagyunk. Emiatt önök 2000 milliárd forintot vesznek ki az emberek zsebéből. Ez megszorítás. A megemelt árakkal végül az emberekkel fizettetik meg a büntető adókat. Erre a MOP közli, hogy a 2030-as olimpiát megpályázni, az erkölcsi kötelesség, 36-os olimpiát megpályázni, erkölcsi kötelesség. Nem inkább a tanárok, az ápolók és a rendőrök fizetésemelése lenne az, miniszterelnök úr? Vagy az igazmondás? Miniszterelnök úr, meg fogják kérdezni a magyarokat, hogy képesek és hajlandók több ezer milliárd forintot kifizetni az olimpiára? Várom a válaszát, köszönöm szépen. Tájékoztatom, képviselő, 2 perc az időkeret. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a magyar kormány nincs felhatalmazva arra, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság helyett nyilatkozzon. Olimpia kérdésében pedig ők az illetékesek. Mégis kicsit illetéktelenül szeretnék az ön segítségére sietni. Tudja, úgy kell kiszámolni, hogy melyik évben van olimpia, hogy el kell osztani 4-gyel. Tudja, 30-ban nem lesz. Tehát az a vád, hogy mi a 30-as olimpiára pályáznánk, azért sem lehetséges, mert tudja, az olyan nincsen. Ha egyébként ezen túl még ön esetleg elmélyedne a tárgyban, azt is olvashatná, hogy a 32-es olimpiának is van már rendezője. Tehát 30-ban nincs olimpia, tisztelt elnök úr. Vegyük sorba, nincs olimpia. 32-re már el van ígérve, van rendezője. Tehát legközelebb majd a 36-osról beszélhetünk, e tekintetben pedig majd szívesen állok a rendelkezésére, ha akkor még ön is itt lesz velem együtt. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót 1 perces időkeretben. Parancsoljon! Miniszterelnök úr, ön 2017-ben, amikor több mint 266 ezer ember kérte arra Magyarország kormányát és parlamentjét, hogy legyen népszavazás az olimpiáról, amit ön nem mert kiírni, akkor álomgyilkosoknak nevezte azokat a fiatalokat, és ezt a több százezer embert, aki ezt csinálta. Na most, az igazság az, miniszterelnök úr, hogy álmai nem csak önnek, meg Martin Luther Kingnek vannak, de sok millió magyar embernek is vannak álmai. Például álmodnak a kezdő pedagógusok 150 ezres nettó fizetés helyett, mondjuk 250 ezres fizetésről. A következő évi költségvetésben nem találjuk ennek a célját és az előirányzatát, és ez probléma. Például álmodnak arról a magyar rendőrök,
hogy mondjuk minimum 20%-kal megemeljék a fizetésüket, hogy ne fogjanak el az állományból. Vagy álmodnak arról az ápolók és az egészségügyi szakdolgozók, hogy minimum 30%-os béremelésük legyen. A Momentumnak költségvetéshez fűzött módosító javaslatában ez benne van. Én arra kérem a kormányt, hogy fogadja ezeket meg, hogy az emberek álmát beteljesítsék. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, viszontválasz illeti meg miniszterelnök urat, öné a szó. Elnök úr, tisztelt képviselőtársam, ez itt az első beszélgetésem önnel. Tudja, itt az a szabály, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. És ön azzal kezdte, hogy figyelmeztet bennünket az őszinteségre. Ennek jegyében fölidézem, hogy ön a következőket mondta. Idézem. Hogy koalícióra lépünk az MSZP-vel. Az életemet teszem rá ide önöknek erre az asztalra, hogy ez nem fog megtörténni. Vagy az őszinteség jegyében egy másik idézet, nem tudom, hogy Gyurcsány Ferenc mi az Istent keres még a politikában, már igazán eltakarodhatna a közéletből. Ehhez képest ma önök Gyurcsány Ferenc ifjúsági tagozata. Így nehéz lesz önöket komolyan venni.